Tizedik éve rendezik meg Réti Majorban a hagyományos Szentpéternapi halászbúcsút. Az Aranypont ZRT által kialakított gazdasági modell sikeres, amelynek alapja a helyi lehetőségek kihasználása összhangban a természet és környezetvédelemmel. Lévai Ferenc halország fejedelme úgy tartja, nem kell sokáig várni, újra népszerűek lesznek az egészséges halételek is. Ezt az egész mozgalmat azért találtuk ki, hogy találkozzunk a magyar hallal, és mondjuk ne a lazacot, meg a Vietnámból származó egyéb ágú cikkeket fogyasztjuk, amik egy fél évig utaznak jégbe fagyva, és elveszik minden, amitől egy értékes egy élelmiszer, miközben minden várostól 50 kilométerre magyar halastó van, ahol kiváló minőségű halakat állítunk elő, és köszönjük szépen, egyébként a magyar halászat jól is van, ilyen jó ízű termékeket Európában kevésen állítanak elő, mint mi. A filozófia egyik fontos eleme a hagyományőrzés és ápolás. A halászcéhek világába visszanyúló Szentpéternapi halászbúcsú megrendezése óta több tízezer látogató volt, akik megismerkedhettek a halászat, a természetvédelem, a turizmus és a halas gasztronómia általuk kialakított világával. Egy kolléganővel találtuk ezt ki, hogy valami olyan durranósat kellene csinálni Péter napkor, ami még nem volt. Na most Guinness csináltok már, harcsapörköltet főztek, halászlit főztek, de keszeget még nem. Magyar őshonos halat szerettünk volna, és balatoni keszeget. A halfogyasztást ösztönző kampány jelmondata egyértelmű felhívás, halra magyar. Ennek keretében Guinness rekord kísérletet tettek, ezer keszeg egyidejű sütésével egy óriási serpenyőben. Ez egy nagyon érdekes magyarországi rekordkísérlet lesz, hiszen ez a mennyiségi rekordkísérlete kategóriájába tartozó akció, hiszen jelen pillanatban a magyarországi rekordok adatbázisában még nem szerepel olyan típusú rekordkísérlet, hogy valahol egyszerre egyetlen sütőedényben ekkora mennyiségű halat, egészen pontosan 1000 darab keszeget kisütött volna. A kiváló hangulatú rendezvényen bebizonyosodott, sikeresen lehet öregvíteni határainkon belül és kívül is a magyar halászat hírnevét.